Most kapcsolunk a Karmelita Kolostorból Orbán Viktor miniszterelnök és Jair Bolsonaro brazil elnök tájékoztatójára. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim, tisztelettel köszöntöm Önöket, és megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm Ő Excellenciája Jair Messias Bolsonaro urat, a Brazil Szövetségi Köztársaság elnökét. Tisztelettel köszöntöm Orbán Viktor urat, Magyarország miniszterelnökét, a brazil, valamint a magyar delegáció tagjait és minden kedves vendégünket. Minhas senhoras e meus senhores, queria saudar os presentes com uma reverência especial para Sua Excelência Jair Messias Bolsonaro, presidente da República Federativa do Brasil, no ato cerimonial da assinatura de memorandos de entendimento. Também saúdo respeitosamente o Sr. Viktor Orbán, primeiro-ministro. Mert ez így nem lesz jó, majd az aláírásoknál lesz szükségünk erre a hangra. Kérem, vegyük le a hangot most. Mai eseményünkön három megállapodást ír alá Magyarország és a Brazil Szövetségi Köztársaság, amit Orbán Viktor úr Magyarország miniszterelnökének és Jair Messias Bolsonaro úr a Brazil Szövetségi Köztársaság elnökének közös nemzetközi sajtónyilatkozata követ. Most kérek szépen majd hangot. Az első megállapodás. Egyetértési megállapodás a Brazil Szövetségi Köztársaság Védelmi Minisztériuma és Magyarország Honvédelmi Minisztériuma között a védelem területén való együttműködésről. Será agora assinado memorando de entendimento entre o Ministério da Defesa da República Federativa do Brasil e o Ministério da Defesa da Hungria sobre a cooperação no âmbito da defesa. Magyar részről aláírja Benkő Tibor, honvédelmi miniszter, brazil részről pedig Walter Braga, netto honvédelmi miniszter. Que será assinado o documento pelo lado húngaro pelo ministro de Defesa Tibor Benkő e assinado pelo lado brasileiro pelo ministro de Defesa Walter Braga Neto. Köszönöm szépen, miniszter urak! A második egy egyetértési megállapodás a Brazil Szövetségi Köztársaság kormánya és a miniszterelnökségen keresztül Magyarország kormánya között a humanitárius együttműködés előremozdításáról. Magyar részről aláírja Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, brazil részről aláírja Carlo Alberto Franco Franca külügyminiszter. Procederemos a um memorando de entendimento entre a República Federativa do Brasil e a Hungria, por meio do gabinete do primeiro-ministro para promover a cooperação em ações humanitárias. O documento é assinado pelo lado húngaro por Péter Szijjártó, ministro das Relações Exteriores e do Comércio da Hungria, e pelo lado brasileiro pelo seu homólogo, Carlos Alberto Franco França, ministro das Relações Exteriores do Brasil. A harmadik egy együttműködési szándéknyilatkozat a vízgazdálkodás és szanitáció területén Magyarország kormánya és a Brazil Szövetségi Köztársaság kormánya között. Magyar részről aláírja Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, brazil részről aláírja Carlo Alberto Franco Franca külügyminiszter. Memorando de entendimento no terreno da gestão de recursos hídricos e saneamento das águas entre o governo da Hungria e o governo da República Federativa do Brasil. Do lado húngaro, é assinado por Péter Szijjártó, ministro das Relações Exteriores e do Comércio, e pelo lado brasileiro, por Carlos Alberto Franco França. Köszönöm szépen, miniszter urak, kérem szépen a hangot a fülesre visszatenni. Most pedig felkérem Orbán Viktor urat, Magyarország miniszterelnökét, hogy tegye meg nyilatkozatát. Jó napot kívánok, tisztelt hölgyeim és uraim!
Ma olyan történt, ami korábban még sohasem. Magyarországot megtisztelte a látogatásával a Brazília elnöke, ami egy diplomácia történeti esemény a mi életünkben. És tekintetbe véve a két ország közötti adottságok és méretbeli különbséget, pedig egy különös megtiszteltetés is. Természetesen a tárgyalásokat megelőzően kifejeztük a részvétünket a brazil embereknek az elmúlt napok természeti katasztrófája miatt. Ami a tárgyalásnak az érdemi részét illeti, tisztelt hölgyeim és uraim, az első látogatás izgalmán túl még hozzáadott a tárgyalásokhoz az a tény, hogy Moszkvából érkezett az elnök úr. És ma a diplomáciai életet, sőt azt gondolom, hogy a mindennapok életét is a háború lehetősége árnyékolja be. Sőt minden diplomáciai erőfeszítés, amely a háború elkerülését célozza, rendkívül értékes az egész világ, de különösen Magyarország számára, hiszen mi közel vagyunk ehhez a konfliktuszónához. Magyarországon keveset tudunk erről, ezért mondom el, hogy az Európai Uniónak vannak stratégiai partnerei, 9 ilyen országban, és abban az egyik az Brazília. Azt is kevesen tudják, hogy a NATO-hoz kötődően is vannak speciális státuszok, és bár Brazília nem tagja a NATO-nak, de ahogy mondják, egy non-NATO major ally a NATO-hoz Brazília, tehát egy katonai együttműködő partnerünk is. Köszönjük az elnök úrnak, hogy ő is tett erőfeszítéseket az elmúlt napokban, hogy Európának ebben a részében fönnmaradjon a béke. Tisztelt hölgyeim és uraim, Brazília területét tekintve, az ötödik népességét tekintve pedig a világ hatodik legnagyobb országa. Beszélünk most itt 214 millió emberről. És Brazília a világ 12. legnagyobb gazdasága is. Ezért Magyarországnak evidens érdeke, hogy szoros együttműködést ápoljanak országaink. És örömmel jelentem a magyar közvélemény számára, hogy a világ nagy, mondjuk úgy globális kihívásai tekintetében azonos a megközelítés Brazília és Magyarország között, ez pedig az együttműködésünknek stabil alapot ad. Azonos megközelítést alkalmazunk a migráció kérdésében. A nagy nemzetközi szervezetek arra törekednek, hogy olyan dokumentumokat fogadjanak el, amelyben a migráció, mint áldás és pozitív fejlemény az emberiség számára összefüggés jelenik meg. Talán emlékeznek rá, hogy amikor a globális migrációs paktumot próbálták ráerőltetni a világra, akkor néhány ország, Izrael, Egyesült Államok, Csehország, Lengyelország, Magyarország ezt a globális paktumnak a létrejöttét megakadályozta. Ezért ma nincs a világban egy olyan közös pozíció, hála jó Istennek, amely lehetővé, sőt ajánlottá, esetleg később kötelezővé tenné, hogy a nemzetek és a nemzetállamok is, mint pozitív jótéteményre tekintsenek a migrációra. Időközben az amerikaiak megváltoztatták az álláspontjukat, de új elnök lett Brazíliába, tehát a létszám az maradt. Vagyunk még azért néhányan, ezt mi a józanok koalíciójának nevezzük, akik nem szeretnék, hogy a világ a migráció eredményeképpen megváltozzon. Ennek a globális migrációs paktumnak van egy kistestvére, egy európai kistestvére, amit most tárgyal az Európai Unió, ahol hasonló törekvések vannak, szeretném világossá tenni, hogy az európai szintéren ugyanígy meg fogjuk akadályozni, hogy később számunkra ajánlott, illetve kötelező migrációs szabályok jöjjenek létre. Viszont megegyeztünk a brazil barátainkkal arról, hogy a nemzetközi szintéren egy közös, korai figyelmeztető rendszert hozunk létre. Tehát ha világon bármilyen nemzetközi térben olyan dokumentumok készülnének, amelyekbe nekünk nem tetsző, illetve a mi érdekeinkkel ellentétes, migráció összefüggő ajánlások kapnának teret, akkor azt mi időben detektáljuk, észleljük,
és együttműködünk a megakadályozás érdekében. A második dolog, ahol a megközelítéseink azonosak nagy civilizációs kérdésekben, az üldözött keresztények közösségének a támogatása. Abszurdnak találjuk, hogy a világ legüldözöttebb vallása ma a keresztény, és a legnagyobb számban az üldözöttek között keresztényeket találunk, miközben a keresztény gyökerekből kisarja a civilizáció, elsőbben az európai civilizáció, nagyon keveset tesz annak érdekében, hogy megvédhessük azokat a világban, akiket a hitük miatt üldöznek. Ma megállapodást írtunk alá arról, hogy az Afrikában élő üldözött keresztény közösségeknek közösen fogunk segítséget nyújtani. És hasonló a megközelítésünk a harmadik nagy világ, vagy ha úgy tetszik, antropológiai kihívás tekintetében is, ez pedig a családokat érő támadások, ami a családnak egy olyan koncepcióját akarja elfogadtatni a világgal, ami eltér attól, amit mi gondolunk családnak. Ugye a magyar alkotmány világos, az apa férfi, az anya nő, egy férfi, egy nő alkot egy családot, és mi mindent meg fogunk tenni minden szintéren, hogy ez a megközelítés, ez ne relativizálódjon, ez nem egy lehetséges formája a családnak, hanem ez az a család, a történelem, a kultúra megalkotott a számunkra is, amit szeretnénk fönntartani. Tájékoztattam az elnök urat is, hogy Magyarország egy demokratikus ország, és ebben a kérdésben épp úgy, mint a migrációban, amelyet mi nagy civilizációs kihívásnak tekintünk a magunk számára is, nem egyszerűen a magyar kormány foglal állást, hanem lesz egy népszavazás, amely a gyermekvédelem ügyében világosan kifejezi majd a többségi akaratot Magyarországon. A negyedik fontos közös szemlélet, ami a kapcsolatainkat meghatározza, az a szabadkereskedelem melletti elköteleződés. A Magyarországnak létkérdés a szabadkereskedelem, a magyar export az arányaiban hatalmas, eléri a nemzeti össztermékünk 80-90%-át, vagyis ez azt jelenti, hogy ha nem lenne a világban szabadkereskedelem, akkor a magyar emberek sokkal rosszabbul élnének, mint ahogy most élnek, mert számunkra a nemzetközi kereskedelemben való részvétel adja a legtöbb gazdasági lehetőséget. És ez hasonló gondolkodáshoz visz bennünket Brazíliával, és meg is állapodtunk, hogy Brazília nyitva áll arra, hogy magyar befektetéseket fogadjon. Nekünk van egy kifektetési stratégiánk, tehát a külföldi befektetéseket támogató stratégiánk, és a nagy lehetőségek országaként tekintünk Brazíliára. Magyar beruházások, befektetések a jövőben nagy számban jelennek majd meg Brazíliában. Vannak már ilyen korai madarak, vagy első fecskék. Van biotechnológiai beruházás például Brazíliában, és a nemzet egyik, mármint a magyar nemzet egyik büszkesége a Richter gyógyszergyár is jelen van Brazíliában. Ötödik dolog, amiben megállapodtunk, az az, hogy Brazília részt vesz a magyar haderőfejlesztési programban. A Brazília nem csak nagy, hanem egy komoly ország is, nagy hadsereggel és nagy haditechnikával és hadiiparral. Már most is vásároltunk Brazíliától két sugárhajtású katonai szállító repülőgépet. Ezek 23-ban addigra készülnek el, és akkor érkeznek meg, és állnak majd hadrendbe, és illesztjük be őket a magyar hadsereg kapacitásai közé. Megállapodtunk, hogy ezt az utat, mármint a hadipari együttműködés útját szélesíteni fogjuk a jövőben. És végezetül szeretném megemlíteni önöknek, hogy nagyon fontosnak tartjuk a magyar felsőoktatás számára Brazíliát, mint kapcsolatot és mint piacot is. Ma Magyarországon 504 braziliai egyetemista tanul ösztöndíjjal. Ezeknek a fele, tehát 250 brazil diák pedig a magyar állam által adott ösztöndíjat használja ki, és így tanul nálunk. Óriási lehetőségünk van, bizonyos területeken a magyar felsőoktatás közel van a világszínvonalhoz, vagy talán olyan is, és ezért ezeken a területeken azt reméljük, hogy nem csak magyar állami ösztöndíjjal, hanem piaci alapon is egyre több brazil diák érkezik majd Magyarországon. Szeretném biztosítani önt, elnök úr, hogy nagy tisztelettel fogadjuk őket, és szeretettel várjuk őket. Köszönjük, hogy az elnök úr eljött Magyarországra. Ott voltam, amikor beiktatták az elnök urat az elnöki hivatalba, ami egy fantasztikus esemény és nagy népünnepély volt,
és azt kívánjuk az elnök úrnak, hogy lehetőségünk legyen a következő alkalommal is ilyen eseményen részt venni. Úgyhogy az elnök úrnak a meghívását természetesen mi elfogadtuk, bár el kellett mondanom, hogy miután Magyarországon választások lesznek áprilisban, ezt a döntést azért még a választóknak ratifikálniuk kell majd, de jó reményekkel állunk ez elé is, és reméljük, hogy Budapest után majd Brazíliában is találkozhatunk. Elnök úr, köszönjük szépen, hogy itt volt ma velünk. Köszönöm szépen, miniszterelnök úr. Most pedig felkérem Jair Messias Bolsonaro urat, a Brazil Szövetségi Köztársaság elnökét, hogy tegye meg nyilatkozatát. Prezident Orbán. Nagyon tisztelt Orbán miniszterelnök úr, nagyon nagy öröm számomra, hogy itt lehetek Magyarországon. Az ön országát úgy vélem, hogy önök a mi kis nagy testvérünk, figyelembe véve a különbségeinket, ami a területi kérdésünket illetve ebben kicsi, viszont nagy azon értékek tekintetben, amelyeket képviselünk. És ezt úgy gondolom, hogy négy szóban tudjuk összefoglalni, ezt Isten, haza, család és szabadság. Egyúttal pedig szintén együtt harcolunk a családok védelmért, egy jó struktúrált családért, amely azért küzd, hogy a társadalom valóban egészséges maradjon, és ezt nem veszíthetjük el, ezt értéket. Nemrég szót váltottam Magyarország köztársasági elnökével, és környezetvédelemről is szó került, és beszéltem arról az értékről, hogy Amazonia mit jelent Brazíliának, illetve a világ számára. És nagyon sokszor azon információk, amelyek ezen régióval kapcsolatban Brazílián kívülre kerülnek, meglehetősen torzított formában jutnak el oda, mint hogyha mi lennénk a nagy gonoszok, ami az eső erdő megőrzését, illetve elpusztítását illeti, ami nem létezik. Mi a területünk 63%-át megőrizzük, ami gyakorlatilag egyetlen, a világ egyetlen más országában sem áll fenn. Sokkal inkább foglalkozunk újraerősítéssel, amit én nem látok európai országokban, mint olyan. Úgyhogy ez az információ, illetve ez a téves információ gyakorlatilag a mi gazdaságunkra irányuló támadás része, amely nagy részt az agrobizniszből származik. Úgyhogy miután ezeket tisztáztuk, a tisztelt Orbán miniszterelnök úrral tartottam megbeszélést, és nagyon hasznos megbeszélés volt, hiszen azon túlmenően, hogy egyezményeket aláírtunk, és néhány szándéknyilatkozatot, voltak éppen információkat is váltottunk azzal kapcsolatban, hogy mennyire lehetséges vagy nem Oroszország és Ukrajna között egy háború. És kifejeztem benyomásaimat ezzel kapcsolatban, hiszen moszkvai útról érkezünk Budapestre, és ezzel egy időben mozgósították az orosz csapatokat az ukrán határ irányába. Egyúttal viszont kifejeztem azt a szándékomat, azt a gondolatomat, hogy senkinek sem érdeke a háború, senki sem akarja, hogy ezen két ország háborúba kezdjen, hiszen mindenkinek csak vesztenivalója lenne. Magyarországnak értelemszerűen fontos megőrizni a jó és békés szomszédi viszonyt, és egyúttal pedig további egyeztetéseket folytattunk. Körülbelül 100 000 magyar származású ember él Brazíliában, egyúttal pedig, ahogy említése került, valóban sok brazil hallgató fordult és fordul meg Magyarországon, aki minőségi oktatásban részesülnek. Ezen jó kapcsolat azzal jár, hogy jelenleg egy meglehetősen egyedi áll fel a kapcsolatunk terén, hiszen az a lehetőség, hogy bővítsük kapcsolatainkat, kereskedelmi kapcsolatainkat, illetve más kapcsolatainkat, mint ahogy nagyon jól jelezte Orbán miniszterelnök úr, illetve Áder elnök úr is, mindenképpen meg tudjuk erősíteni egyre inkább kapcsolatainkat. Magyarország figyelem
figyelembe véve értelemszerű arányait, Magyarország nagyon jól kiemelkedett gazdasági szempontból, és úgy gondoljuk, hogy bár rövid időt töltünk Magyarországon, de mindenképpen nagy hatású lesz majd nemzeteink számára. Úgy gondolom, hogy népeink számára, és Orbán miniszterelnök úr, testvérként tekintünk népeinkre, ami együttműködésünket illeti, hadipart illeti is. Hála, köszönet és boldogság elismerés töltik el szívemet, hiszen én és egész delegációm rendkívül szép fogadtatásban részesültünk. Nagyon szép jövő elé néznek népeink, úgyhogy nagyon köszönöm a szavait. Elnök úr, miniszterelnök úr, sajtótájékoztatunk véget ért. Köszönjük szépen!